Köszöntöm a Pécs Lexikon nézőit! Mai adásunkban ismerjük meg közösen a Bauhaust. Legalább a 19. század közepéig kellene visszamenni, hogyha azt keressük, hogy a kézműves előállításra alapozó és komplex emberi környezettervezésben, otthon teremtésben kibontakozó művészeti irányoknak, iskoláknak mi volt az eredete, az angol prerafaelita mozgalom, 19. század közepe, és a 19. század végén pedig a skót, az erre alapozó skót iparművészeti iskolák, majd ugye elérkezünk az első világháború végéhez a 20. században, amikor teljesen átalakul Európa térképe és politikai palettája. Van egy vesztes Németország, és van egy ugyancsak vesztes Magyarország. Pontosabban van egy vesztes osztrák-magyar monarchia, amelyik felbomlik. És hát ezek a dolgok összejátszanak. Tehát az, hogy van egy hagyomány, ami elindul a 19. század közepi angliai prerafaelita mozgalomból, beletorkolik a szecesszióba, és szecessziós iskola volt az is Weimarban, ahol a Bauhaus megalakult. Megalakul a weimári Staatliches Bauhaus, Hochschule für Gestaltung, tehát állami Bauhaus. Ez nagyon fontos, hogy nem valami magániskoláról van szó, hanem a Weimári Köztársaság által működtetett és finanszírozott iskoláról, amelyik, ahogy a nevében is benne van, tulajdonképpen az alakításra, formatervezésre koncentrál. Egy összművészeti műhely, a Bauhaus 1919-ben kiadott alapító manifestumának, amiben egy rövid program is összefoglalva, leírva volt Gropius tollából, annak a borítóján az egyik mesternek, Lionel Feininger-nek a metszete volt látható, Lino metszete, amelyik egy ilyen középkori katedrálist ábrázolt. Ez volt a vizuális megfelelője annak a gondolatnak, amit Gropius megfogalmazott, hogy művészek, mérnökök, munkások, kézművesek, építsük fel együtt a jövő új épületét. Volt itt egy nagyszerű építész, aki aztán az első világháború folyamán ugye kénytelen volt távozni, hiszen ő egy ellenséges hadviselő állampolgára adta föl azt a pozíciót, Henry van der Veldéről beszélek, amiben aztán utódjául ajánlotta, kijelölte a 20. század egy másik nagyon kiváló építészét, a német Walter Gropiust. Ő megalapítja 1919-ben ezt a bizonyos iskolát, amiről szó volt, és oda egész Európából mennek fiatalok, növendékek. Volt egy vonzereje, egy ilyen centripetális ereje a Bauhausnak, reform szemléletű, nagyon kreatív és nagyon-nagyon szabad szemléletű iskola volt. Másrészt volt egy kényszerítő erő, tehát egy centrifugális erő innét el. A Bauhaussal kapcsolatos általános képzetek mennyire sematikusak, mennyire leegyszerűsítőek, mondhatnám felületesek. Egy átlagos műveltségű magyar polgár, vannak bizonyos elképzelései arról, hogy a Bauhaus milyen, elsősorban az építészetből levezetve. Ez az elképzelés azonban téves. Ezt itt kijelenthetjük. 1919 és 33 között, ugye eltelt azért csak nem másfél évtized, az alatt nagyon nagyot változott ennek az intézménynek a képe. Tehát ha most azt a jellegzetességet keressük, ami oda vonzotta őket, az is időben változott. Egy nagy lehetőség volt arra, hogy egyrészt egy nemzetközi műhelybe, iskolába kapcsolódjanak be, és sokoldalú képzésben menjenek. Ebben a képzésben a különböző kézművesipari ágak benne voltak, tehát volt fémműhely, volt asztalos műhely, volt kerámia képzés, volt textilműhely, de aztán később volt tipográfia, stb. És egy nagyon fontos dolog, volt színházi műhely. Nagyon sajátos képzési struktúrája volt a Bauhausnak. Egy igen gondosan megtervezett és fölépített tanrendi szerkezet, de hát volt alapozó tanfolyam. Előtanfolyam, Vorkursznak hívták, kulcsfontosságú volt. Ott tanították meg a fiatalokat arra a szemléletre, ami merőben más volt, mint amit a hagyományos akadémiákon ők elsajátíthattak. Ez lehetett a vonzerő egyik kulcsa, és ezt az alaptanfolyamot 1923-ig leginkább egy domináns személyiség határozta meg, úgy hívták, hogy Johannes Itten. Ő egy ilyen misztikumra hajló
keleti eklektikus vallásfilozófiákkal foglalkozó, és hát mondjam, a saját személyi kultusza iránt erősen elkötelezett vezéregyéniség volt. Ezek után lehet jelentkezni olyan műhelyekbe, ahol ugye a műhelynek hívták, nem tanszéknek, és a professzorok voltak, tehát voltak formamesterek, és voltak olyan mesterek, akik a szakmát edett. Mester volt, és inas. 1923-ban Gropiusnak elege lett ebből az itten féle, az ő elveivel elég nagy mértékben szembe menő gyakorlatból, ideológiából és kultuszból, és akkor egy magyart hívott a helyére. Tehát egy kulcspozícióba hívott meg egy magyart, akit úgy hívtak, hogy Moholy Nagy László. És kisvártatva a Pécsről elszármazott Breuer Marcelből is műhelyvezető lett. A pécsi úgynevezett Bauhauslerek, a Bauhaus növendékeket, vagy hát a Bauhausban esetleg magasabb pozíciót elfoglaló résztvevőket hívjuk így németül, ők nem mind közvetlenül indultak a Bauhausba. Tehát a legkitűnőbb építészek közül ketten is, Breuer is, de Breuer Marcelről beszélek, és Forváth Alfréd is, már előtte másutt Bécsben, illetve Münchenben folytatott építészeti tanulmányokat. Molnár Farkas a harmadik, ő pedig Budapesten. Bauhausban nem csak művészetet oktattak, hanem termeltek, és használati tárgyakat állítottak elő. És 1923 után ez egy sorsfordító év volt, nem csak a Johannes Itten és a Moholy Nagy váltás miatt, hanem amiatt is, hogy ekkor rendezett a Bauhaus Weimarban egy nagy úgynevezett beszámoló kiállítást. A magyaroknak nagyon fontos szerepük volt, hogy megépítettek egy házat. Mert ugye a név az, hogy Bauhaus. Tehát tudunk építeni házat, be tudjuk rendezni, fel tudjuk szerelni mindennel, és ebben a berendezésben, ebben a magyarok közül például Breuer Marcelnek nagyon fontos szerepe volt. Itt mögöttem látható Weininger Andornak az a gömbszínház terve, pontosabban a terv a falon, előtte a makett, ami 2010-ben készült, 50 méteres átmérőjűre tervezte ezt a gömböt, ez 5000 fős befogadó képességet jelentett volna, és akkor most jön a lényeg, azt hiszem, hogy a nézőtér és a színpad viszonyát radikálisan átértelmezi ez az elképzelés. Tehát nem arról van szó, hogy van egy néződoboz, és van egy rivalda, ami mögött abban a bizonyos dobozban zajlik a cselekmény, és azt nézik egy másik oldalról, hanem itt a nézők körbevesznek egy tengelyt. Tehát nem is vízszintes síkon zajlik ebben az elképzelésben a cselekmény. Nagyon hasonlót készített egyébként Molnár Farkas is, hanem egy függőleges tengelyen, több szint. Ahogy Oskar Schlemmer megjegyezte, annak a bizonyos 1923-as kiállításnak a kapcsán, amikor tulajdonképpen a program változott, pontosabban a program súlypontjai változtak meg, tehát a Gropius által megfogalmazott eredeti programnak a súlypontjai, így jellemezte ezt a változást. Kicsit ironikusan Schlemmer, hogy ja, hát akkor katedrális helyett lakógép. Bekövetkezett egy jobbratolódás, és a politikai közeg és a közvélemény nem tekintett olyan bizalommal és jó szemmel erre a bizonyos műhelyre. Ennek az lett a vége, hogy kiutálták Weimarból a Bauhaust, de jellemző a német viszonyokra, hogy azonnal jelentkezett több város, hogy befogadja az intézményt. Végül Dessaúra esett a választás. Nagyon jó körülmények közé kerültek Dessauban, mert arra kaptak lehetőséget, hogy maguk alakítsák ki a környezetüket. Nem mint hogyha Weimar olyan nagyon kényelmetlen lett volna, de itt a műhelyeket, az oktatási épületeket, a kiszolgáló épületeket, a mesterlakásokat, amelyekhez műterem is tartozott, ezeket maguk tervezték meg. 32 ennek a bizonyos dessaui korszaknak a vége, mert hogy ugye akkor már nagyon kemény idők jönnek Németországban, és Dessauból is menniük kell. Dessau egy fantasztikus oázis volt. Kialakult a Bauhaus eredeti céljainak és a
kortárs igényeknek megfelelő összehangoltság, tehát egy olyan, tudták, hogy mit akarnak, képesek is voltak rá, sikereik voltak, a termékeiket vásárolták, szabadalmazták, épületek valósultak meg a Bauhausban működő építészek tervei nyomán. Nagyon harmonikusnak tűnik az a kép, amit ugye most lefestettünk meg, amit őrzünk erről, hogy tehát formailag is, emberileg is, nem volt az természetesen. Tehát nagyon jó mulatság volt a Bauhausban lenni, az látszik ezeken a fotókon, rengeteget dolgozkodtak, jól érezték magukat. Fokozatosan lett mind ridegebbé, mind elutasítóbbá a környezet. De erre a Bauhaus maga is okot adott. Ugyanis 928-ban Walter Gropiusnak, hát mondjuk így röviden, hogy elege lett. És azt mondta, hogy ő távozik, hogy ő ezt a Wirtschaftot nem tudja tovább kézben tartani, vagy nem akarja tovább kézben tartani, és akkor távozott a Bauhausból. Egyébként a magyar kulcsszereplők mindegyike elment vele. És utána jött egy másik, igen jó építész, mármint Gropius után egy építész, akinek ő átadta. Ezt az építészt Hannes Meyernek hívták. Ő egy svájci-német építész volt, és egy meglehetősen doktriner, több mint baloldali ember volt, ő egy kommunista volt, ami önmagában nem lett volna olyan nagy baj, ha lett volna diplomáciai érzéke, ha lett volna olyan egyensúlyteremtő képessége, mint az e tekintetben is zseniális Gropiusnak. Nem volt, ő fejjel ment a falnak. Ez hozzájárult elég nagy mértékben ahhoz, hogy 932-ben bezárták a Bauhaus Dessauban, és akkor jött egy harmadik építész, aki megint csak egy zseni volt. Őt úgy hívják, hogy Mies van der Rohe, aki aztán egyértelműen egy kemény, karakteres építészeti főiskolát csinált abból az intézményből, amelyik a Gropius alapvető víziója szerint épült föl, meglehetősen, hogy is mondjam, diktatórikus eszközökkel próbált rendet csinálni, de már késő volt. Már késő volt, még át tudta menteni egy kevesebb, mint egy évre Berlinbe a Bauhaust, és akkor jött 33 náci hatalomátvétel, és mindennek vége lett. Walter Gropius mondta azt egyszer Breuerre, hogy nagy szerencséje a Bauhaus művészmestereinek, hogy a Breuer végül is a bútortervezés felé fordult. Tehát annyira tehetséges festőnek tartotta, elég sokáig nem is hagyta abba, csak ma már erről kevesebb szó esik. 902-ben született, tehát 925-ben, amikor ő megtervezi a mindenki által ismert úgynevezett Vasilij széket, a B3-as széket, még csak 23 éves volt. Ez egy olyan világsikerű darabja egyáltalán a formatervezésnek, vagy a modern bútortervezésnek, egyrészt találmány, másrészt teli találat, ültem ilyenekben, nem olyan nagy dolog, ma is gyártják. Tehát olyan sikere volt, hogy a mai napig ez egy keresett dolog. Breuer Marcel például kísérletet tett arra, hogy itthon Magyarországon vesse meg a lábát. Ő 34-35-ben hazajött, nem Pécsre, hanem Budapestre, az akkor már sikeres építészként működő Molnár Farkassal is próbált társulni, dolgoztak is együtt, de nem kaphatott építészkamarai tagságot, mert a Bauhaus diplomája nem volt építész diploma. Több állomáson át, végül is Amerikában kötött ki, a Harvard Egyetemen, az akkor már ott dolgozó Gropius hívta maga mellé, és akkor ott tanítottak, és hát addig is világhírű volt már, de építészként valójában ott lett azzá. Mint tárgyalkotó, mint képzőművész és mint építész is nagyot alkotott. Tárgyalkotóként a csővázas székek, amit hát mindenki tud kötni hozzá, világhírnevet szereztek neki, de utána aztán európai munkásságát befejezve Amerikába, Egyesült Államokba emigrálva, ő tulajdonképpen a 20. századi amerikai építészetnek az ikonikus alakja, a 10 legnagyobb építész között emlegetett alakja. Ezt kevesen tudják idehaza. Molnár Farkas egészen kiváló festő, polihisztorok voltak valamennyien, Weininger is. Molnár Farkas
foglalkozott a színházzal, foglalkozott könyvtervezéssel, tipográfiával, alkalmazott grafikával, festészettel, nagyon magas színvonalon, és hát ugye nagyon kiváló építész volt. Molnár Farkas egyetlen pécsi munkája. Ez az épület, ez 1939-ben terveződött, Kürsner Manó zeneiskolai igazgató és felesége Kalivoda Olga énekesnő részére, akik nyilván a kortárs 20. századi művészetekre fogékony emberek lehettek, hogyha ezt a villát egy Budapesten dolgozó, de amúgy pécsi származású építésztől megrendelték. Szép helyet választottak az akkor éppen frissen megnyitott magaslati út mellett. Első villák között volt ez az épület, és nyilván a lakóépület és a nyaraló funkciót egyesítette magában. És bár kicsi az épület, de Molnár Farkas munkái között azért jelentős, mert pont ezt a fajta képzőművészeti attitűdöt és ezt a kreativitást mutatja, ami ő benne megvolt, ahogy ezt a pici épületet ezen a egyébként szintén pici kisméretű telken elhelyezte. Tipikus ugye a kilátás, a napsugárzás felé való megnyitása az épületnek. Nagyon szép a kontrasztja az épülethomlokzaton a tömör és a zárt felületeknek, hiszen a nagy megnyitott lakótér mellett a zárt, tömör, terméskőből lévő íves sarokrész rejti maga mögött azt a zene szobát, illetve a nappali térnek azt a sarkát, ahol a zongora volt, és ahol egyébként a tulajdonosok rendre házi koncerteket is szerveztek. Nagyon szép, ahogy az épület mellé helyezi a bejáratot, és ezzel pont a kilátás, a lakótér-kert kapcsolata oldalát nem zavarja meg egy bejárati helyzet, hanem ezt szépen mellé helyezi, ugyanakkor tömegében megmutatja, hiszen ott emelkedik az emeletnek a tömege, ahol a bejárat nyílik. Ami még különlegessége az egyébként egyemeletes villának, amiből igazából csak a földszintet érzékel az ember, mert az emeleti rész az egy kicsit hátrébb lép, mélyebben van, de ami különlegessége az a panel, ami a nappalinak a szalagablaka fölött látható, ami mögött egy napozó terasz van, és ez a panel, ez egy mozgatható panel, ami alaphelyzetben a belátástól védi a mögötte tartózkodókat, adott esetben akár, ha napozást úgy kívánják, akkor teljesen takart helyzetben is élvezhették. Ugyanakkor ezt a panelt egy csörlő segítségével meg lehetett billenteni, ki lehetett mozdítani a helyéből, és abban az esetben teljesen megnyitotta az emeleti terasznak a kilátást, és egyúttal árnyékolót is képzett a földszinti nagy ablaknak. Tehát nyári időben ki tudták nyitni, és védeni tudták az erős napsütést a földszinti részt. Ezek mind olyan gondolatok, amik abból a fajta a Bauhausból induló és aztán a modernizmusban megfogalmazott alapeszmékből származnak, amiknek Molnár következetes képviselője volt, és ezen az épületen szemmel látható nagy kedvel és ambícióval alkalmazta is ezeket. Az a finom kis liraiság, ami a lekerekített sarok, vagy annak a bizonyos mozgatható panelnek a megformálása, vagy akár az a violinkulcs, ami a jelzés az épületen, ezek pedig mind azt mutatják, hogy ő messze nem alkalmazta a modernizmusnak az elveit olyan szemellenzős módon, hogy ebből semmilyen módon, semmilyen irányban nem szabad kilépni. Ha a helyzet úgy kívánta, a környezet úgy kívánta, ha az építető által teremtett helyzet, vagy az az igény, amit ő megfogalmazott, úgy kívánta, akkor igenis bele tudott fogalmazni olyan elemeket, amik ezt sokkal érzékenyebbé, néha festőivé is tudta tenni. Tavalyi évben sikerült ezen az épületen egy emléktáblát elhelyeznünk, és ez az emléktábla nem csak Molnár Farkasnak állít emléket, hanem magát az épületet is megnevezi, amit a köznyelv régóta Kalivoda villának nevez, és örülünk neki, hogy ezzel megint csak az utcán járó a pécset lakók számára tudjuk nyilván valóvá tenni, hogy egy-egy kis épület, amit az ő szemük esetleg már meg is szokott, komoly építészettörténeti, művészettörténeti hátteret, vonatkozásokat rejt. Molnár Farkas a lakásában, a budai lakásában vasárnaponként nyílt napokat szervezett, és bemutatta ezt a belsőt, hogy a modern építészetet egyébként a Bauhaus bútor tervező irányát népszerűsítse. Fönnmaradtak fotók arról, hogy nézett ki ez az interjőr, a Breuer Marcelnak a csőbútoraival volt berendezve. Voltak Pécsett is olyan interjőrök, ahol fennmaradt fotókról tudjuk, ebben is voltak csőbútorok. Az én első apósomnak, ha szabad ezt elmesélnem, a gyerek fülorgégészeti rendelőjének a várójában csőbútorok voltak. Az Uránia mozi Nentwich Andor által tervezett kiváló épületében ezek a székek voltak, amiben én is most ülök.
Először mindenki Berlinben próbálkozott. Berlinben sem volt maradásuk, nyilván különböző okok miatt. Ez a különböző okokban azt kell keresnünk, hogy volt, aki a zsidósága miatt, volt, aki egyszerűen az idegensége miatt kellett, hogy távozni kényszerüljön. Moholy Nagy László, hát őnek is voltak különböző állomásai, az Egyesült Államokban kötött ki. Chicagóban megalapította a New Bauhaus-t, ami sajnos nagyon rövid ideig működhetett, mert 46-ban igen fiatalon meghalt. Weininger, ő Berlin után elment Hollandiába, Scheveningenbe, majd amikor már kitört a háború, akkor Amsterdam, egy nagyon rövid ideig Angliában voltak, és akkor Kanadába mentek a feleségével, és próbáltak volna az Egyesült Államokba áttelepülni, ez hosszú ideig nem sikerült. Aztán amikor megkapták a kanadai vízumot, akkor azzal már elmehettek. Magyarországon is a Bauhaus megjárt építészeknek a legjobb épületei, azok magánépítkezések voltak. A magánmegbízóknak az ízlése és a tőke ereje kellett ahhoz, hogy a legjobb épületek megvalósuljanak egy olyan műfajban, ami nem a középület, nem az egyházi építészet, hanem mondjuk a villa, a bérvilla. Pécsett is ez a helyzet. Az egykori Bauhaus résztvevők közül itt Forbát Alfrednak, aki maga nem volt Bauhaus növendék, mert ő neki már volt építész diplomája, de ő együtt dolgozott a Molnár Farkassal a Gropius irodájában. Tehát őneki sok épülete van Pécsett, de hát a legjobb épületei a villa épületei, amiken mindaz látszik, amit ő Gropius környezetében, vagy hát a Bauhaus közegében elsajátíthatott. Ez nem a Bauhaus időszakban született, nem is lehet azt mondani, hogy ez egy Bauhaus épület, de nyilvánvalóan a Bauhaus által képviselt, korszerű, a modernizmus megalapozó eszmék, azok nagyon tisztán megmutatják magukat benne. Forbát egyébként a II. Világháború előtti pécsi munkásságában számos olyan polgári épületet tervezett, amire mai szemmel nem is nagyon tudnánk azt mondani, hogy a modernizmusnak tipikus képviselője, hiszen ő megtervezte mindazt, amit ő megbízásként kapott, de abban a pillanatban, amikor lehetőséget kapott rá, akkor nyilvánvalóan kibontakozott az a tehetsége, hogy a modernizmusnak a tiszta, szép, funkcionális formarendszerét ezt ő nagyon jó készséggel tudta alkalmazni. Ez az épület, amit Báványi Endre számára tervezett, aki egy nyugalmazott katonatiszt volt, de a Duna-Gőzhajó Társaságnak volt akkoriban az igazgatója, tehát egy módos ember volt a Mecsek oldalban, ebben a magasságban, bár a beépítés nagyjából a környezetében már akkor is megvolt, de mégiscsak az egy különleges dolog volt, ha valaki a Mecsek oldalban lakóházat épített. Ez a saroktelek egy különleges helyzetű, nagyon nagy lejtés van benne, több mint egy emeletnyi szintkülönbség van az épület két oldalán. Tehát tipikusan egy olyan feladat, amit egy új szellemben gondolkodó építésznek új módon kellett megoldani. Tehát Forbát úgy tette erre a telekre ezt az épületet, hogy a bejárati szint a mélyebb oldalon, egy alsó szintet megnyitva, és a lakószintek a fölötte lévő szinten pedig a kerthez kapcsolódóan tökéletesen kihasználják a teretnek az adottságait. Tökéletes az épületnek a tájolása, a nap felé fordulása, a kilátás felé való megnyitása, és az a fajta építészeti eszközrendszer, ami elsősorban az erősen kinyúló főpárkányban, a sarokra helyezett lodzsában mutatkozik meg, amelyik tökéletesen alkalmazkodik az erős nyári napsütéshez, amelyik meredeken süt, és a téli laposabb napsütéshez, amit beengednek ezek a túlnyúló szerkezetek. Az épületnek az anyaghasználatában is van egy természetesség. Forbát nagyon jól tudta azt, hogy mik a helyi lehetőségek, adottságok, tehát itt nincsenek nagy szerkezeti trükkök idézőjelben. Egyszerű, de korszerű szerkezetekből oldotta meg az épületet. A fő párkány, födém, vasbeton szerkezet konzolos túlnyúlással, ugye ez már egyértelműen egy 20. századi építészeti eszköznek számít. Az egyszerű kapart, vakolt felület tulajdonképpen egy átlagos homlokzati eszköz, ugyanakkor a szépen alkalmazott tömör és zárt felületek arányával mégiscsak azokat a kompozíciós elveket mutatja, ami szintén a modernizmusnak a sajátja.
És ami még különlegessége a háznak, hogy forbált a lábazatnál, illetve hát az alaksori földszinti résznél és a kerítésnél is azt a helyi követ használt, azt a szép szürkés kék mecseki mészkövet, amelyik igazából jellegzetessé teszi, és ezt úgy tudja használni, hogy se nem valamiféle archaikus érzetet nem kelt vele, hanem egyértelműen egy jó tartozéka a modern épület megjelenésnek, szépen egészíti ki az egyszerű tömegformálást, és ugyanolyan geometriával mutatja meg magát a lábazaton körbe, illetve különösen a bejáratnál, ahol egy ilyen szép béletet ad, tulajdonképpen megnemesíti a bejáratnak a pozícióját. Hát a táblát azt a 80-as évek végén a dél-dunántúli építészek kamarája állítatta, felsorolva rajta Forbát Alfrédnak a pécsi munkáit, amik elég szép számúak, de mégis talán ezek közül ez a Báványi Endre számára tervezett villaépület a legjelentősebb. Minden stílus életében megvannak ezek a felfutó és aztán leáldozó korszakok, és azt gondolom, hogy el kell tenni egy kis időnek, amíg a helyére kerülnek az értékek. Ma úgy gondolom, hogy abban az időszakban vagyunk, amikor a helyükre kerülnek ezek az értékek. Tehát a 20. század közepén, második felében Pécset dolgozó építészek egyértelműen a modernizmushoz kapcsolódó építészetet műveltek. Kiváló építészek dolgoztak, akiknek a munkáit ma is itt látjuk magunk körül. Tilai Ernő, Erdélyi Zoltán, Kövesemél, Szőke Gyula, csak hogy néhányat most hirtelen megemlítsek. Az ő tevékenységük egyértelműen ebbe a vonulatba tartozik. Minden korszaknak megvannak a maga értékei, és ugyanakkor minden korszaknak a saját nyelvén kell beszélni. Tehát ma nem lehet Bauhaus épületet építeni, mert Bauhaus épületet akkor lehetett építeni, amikor a Bauhaus iskola létezett, és az ottani építészek abban a szellemben, abból a műhelymunkából kinőve, az akkori igényeket kielégítve elkezdték kifejleszteni, megtervezni az első épületeiket. A modernizmus folytatódik, de nem lehet az 1930-as éveknek megfelelő modernista épületeket tervezni, mert az ahhoz a korhoz tartozott. A modern az mindig modern, tehát korszerű építészetet kell csinálni, korszerű építészetben mindig lehet alkalmazni azokat az alapelveket, amiket korábban helyesen megfogalmaztak és bizonyítottan jók, ugyanakkor mindig a saját korunknak az eszköztárával, lehetőségeivel és gondolataival kell azt kiegészíteni. Erre szerintem jó példa a Pécs. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Pécs Lexikonnal szokás szerint két hét múlva várjuk Önöket legközelebb, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!